Gyermeknapi programot szerveznek a Mira World Music kezdeményezői. A Kolozs megyei Mira falut és a világzenét népszerűsítő projekt kinőtte néhány napos keretét. Évközben több alkalommal is kicsalogatja a közönséget a Csűr Fesztivál kiegészítő programjaira. Következzen néhány felvétel a tavalyi fesztivál rendezvényeiről, utána pedig Betlendi Andrással folytatjuk a beszélgetést. Honnan érkeztetek? Sepsiszentgyörgy. Én pedig Apácáról érkeztem. És hogy telik a fesztivál? Milyennek tűnik? Mi most jöttünk ki, egészen jó a hangulat. Nagyon egyedi itt ezen az udvaron lenni, ennyi ember köz, jó emberek. Hihetetlen jó. Van olyan név, ami miatt különösen jöttél, vagy csak így a hangulat kedvéért? A Méra névért. Én Balatonbogláról jöttem. Én Mirából. Egy név miatt jöttél, vagy miért vagy itt? Milyennek tűnik a fesztivál egyelőre? Nagyon tetszik, most érkeztem 10 perce, de egyébként Györgyfalván voltam táborozni, és átjöttünk ide még egy napra. Van olyan név, ami miatt különösen, vagy csak úgy? Hát Heckó Ágit nagyon szeretem, tehát ő, aki különösen kiemelt, de fontos nekem. Kolozsvárról. Én is Kolozsvárról. És miért vagytok itt? Mondjuk egy külön név miatt jöttetek, vagy csak úgy egyáltalán a hangulatért? Csak a hangulatért, de a név semmi, tehát azért is. Melyik? Hát én Heckó Ágnesért, Nikolá Parovért. Én is ugyancsak Nikolá Parovért és Heckó Ágnesért, meg az egész világzenei fesztivál, ami úgymond kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz. Most Betlendi Andrást köszöntöm a stúdióba, szervusz! Szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát a bejátszás alatt éppen azon egyezkedtünk, hogy Mira a világ közepe, tehát valahogy ez az a szintagma, ami meghatározta ezt a projektet, és arra foglak kérni, hogy egy picit göngyölítsük fel ennek a történetét. Hát ennek a mérai eseménysorozatnak, mert most már nem csak egy fesztiválról beszélünk, van egy világzenei évadunk is, ugye ennek egy 8 éves múltja van. Varga Zoltán kollégámmal elindítottuk a Kalotaszeg Néptánc Együttest, majd idővel elkezdtünk egy kalotaszegi vándornéptánctábort szervezni, először Nyárszón, majd más helyszíneken, idén Mérán lesz ez a tábor, utána a tábor után elkezdtünk táncházakat szervezni, a táncházak után igazából a következő esemény talán a Mira World Music Festival, közben kalotaszegi legényes versenyt is szervezünk, és idéntől pedig egy egész zenei évadban gondolkodunk, ugyanis létezik ez a Szarkatelek nevű gyönyörűséges porta Mira központjában, ahol van egy csűr, és egy csűr koncerteket tartunk, ez azt jelenti, hogy egy csűrt alakítottunk át koncerthelyszínni, és teljesen sajátos, különleges hangulata van. Végül is minden, ami ott történik, az megismételhetetlen máshol. Erre vissza fogunk térni, egy picit még erőltetném azt, amit a beszélgetésünk elején említettem, hogy ugye beszélnek arról, hogy van kulturális városfejlesztés, igazából ez mint technikai, mint stratégia régóta létezik. Ti esetetekben úgy látom, hogy ez valahogy egy mikrorégióra lebontva történik, és arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami motivál. Tehát van egyfajta revendikált lokálpatriotizmus, kalotaszegi legények és lányokként jelentek meg ezeken a tereken, és érdekes módon ötvöződik az, ami ugyanek a vidéknek a hagyománya, amit eként ismerünk, valami olyas valamivel, amit a fesztivál is hát így elénk tár, ami a nagyvilághoz tartozik.
Ez valóban tehát így van. Összeír a kicsi és a tágasság egy nagyon érdekes helyen, mondjuk éppen ebben a csűrben, amit itt lehet látni a hátad mögött. Mi motivál benneteket? Ez maximálisan így van, mi magunkkal utaszegélyek vagyunk, és mi nagyon szeretjük ezt a helyet, nagyon sokat kaptunk ettől a régiótól, a kalotaszegi kultúrából, nagyon sok éve kivesszük a részünket olyan szempontból, hogy hál' Istennek tanulhattunk néptáncot gyermekkorunktól, a táncház mozgalomnak részévé váltunk, és a mi életünket ez mind nagyon meghatározta, és annak ellenére, hogy mondjuk van, aki már Kolozsváron él, közben elvégeztük az egyetemet, mi Kalotaszegre mindig hazajárunk, és azért Kalotaszeg az nekünk a bárhol is élünk az otthonunk, és Kalotaszegben gondolkodunk. Na most Méra egyértelműen a mérai zenei programok, meg más események, nem csak a mérai esemény amúgy, hanem akár a táboraink, meg bármi, amivel mi foglalkozunk, az egy kettősséggel rendelkezik, van egy ilyen globális, lokális találkozás, erről szól a Méra World Music, világzenei csűrfesztivál, hogy olyan fellépők jönnek, akik a világ bármelyik színpadján megállnák a helyüket, viszont akik a helyi kultúrából inspirálódnak, nem csak a kalotaszegi helyi kultúrából, de valami olyan dolog találkozik, ami nem található meg mindenhol a világban, de mindenhol helye van a világban. És azt hiszem, hogy minket elsősorban az mozgat, hogy erre a helyi kultúrára mi nem úgy tekintünk, mint múzeumi tárgyakként. Szóval mi nem őrizzük és védjük, hanem habár a tevékenységünk által ezt megőrizzük és valamelyest védjük is, viszont mi megpróbáljuk ezt megélni, és talán az a legjobb ebben, hogy nem próbáljuk, hanem csak úgy tesszük, mert mi nagyon élvezzük azt, amivel foglalkozunk, és az az igazság, hogy valószínűleg, hogyha lett volna egy ilyen fesztivál valahol Erdélyben, akkor az első sorban bulisztunk volna végig, így hogy nem volt, belekezdtünk, és azt hiszem, hogy sokaknak végül is egy olyan programsorozatot biztosítunk most már, akár a most ezen a héten csütörtökön gyereknapkor sorra kerülő koncerttel. És akkor mondjuk is el a programot. Igen, most csütörtökön gyereknap alkalmával dupla koncerttel várjuk Mérán az érdeklődőket, mert lesz egy gyereknapi koncert délután 5 órától, majd este 8-tól egy felnőtt koncert, de déltől 12 órától különböző gyerekprogramokkal, gyöngyfűzéssel, nemezeléssel, gyermektáncházzal, gyermekjátékokkal várjuk az érdeklődőket, gyerekeknek ingyenes a részvétel, felnőtteknek 20 lej. Milyen zenekar fog vasárnap? A Góbi zenekar fog fellépni, ez az együttes, amelyik tavaly a fesztiválunk 0. napján eljött, és azóta a Mérai kocsmában néha felcseng a Góbi zenekar, szóval pillanatok alatt azoknak is a szívébe lopja magát ez az együttes, aki még sosem hallotta őket, de érdemes egy kicsit utánunk nézni, mert nagyon-nagyon jó zenét csinálnak. És július 27-én, 30-án a nagy esemény, ugye, amire így az év folyamán ráhangoltátok az érdeklődőket, milyen programra lehet számítani? Az idei évben bővül egy nappal a program, minden este 3 nagy koncerttel várjuk az érdeklődőket, lesznek magyarországi együttesek, romániai, ha minden igaz, Mexikó, Egyesült Államok, Lengyelország, Olaszország, szóval egészen próbálunk egy igazi világzenei, nemzetközi világzenei fesztiválra gyarapodni. A pénteki napunk az a népzenéről és a népi kultúráról szól, a csütörtök, szombat, vasárnap pedig a világzenéről, habár minden koncert után, minden nagy koncert sorozat után éjszakában nyúló táncházzal zárul. Most ami a különlegesség a pénteki napnak, hogy megszervezzük az első kalotaszegi prímás versenyt. És arra számítunk, hogy kiváló zenészek fognak jelentkezni erre, és ez egy igazi csemege lesz. Pusztán kalotaszegi származású zenészek? Nem, vagy hogy hanem értsük? Azért kalotaszegi prímás verseny, mert az idősebb Neti Sándornak a zenéjét kell megjeleníteni, minél autentikusabban, hitelesebben, illetve más kalotaszegi prímásoktól választva kell zenélni egy számot, és bárki jelentkezhet erre a versenyre, egészen komoly díjakkal kecsegtetjük a résztvevőket. Ez egy csűrfesztivál, a tavaly jól sikerült, én úgy hallottam, ott voltam, én is úgy tapasztaltam. Ennek biztos, hogy megvan egyfajta ökonómiája és határa is a létszám szempontjából, ezt hogyan tudjátok kezelni? Ezzel kapcsolatosan mik az elvárások, elképzelések?
Több magában ez a műfaj, a világzene, mint műfaj, meg a népzene is megszűri a közönségét. Maga Méra is valamelyest megszűri a közönségét, mert vagy egy taxiba kell ülni, vagy buszra kell ülni, nem éppen a parkig kell elsétálni érte. És ennek van egy kettősége, egy negatívum az, hogy valamelyes limitált, ez nem egy popfesztivál, ahova majd sok tízezer ember fog ellátogatni. A másik oldalon pedig egy olyan szűrésen megy át a közönségünk, amelynek köszönhetően tényleg teljesen sajátos hangulat alakul ki. Gyakorlatilag lassan oda jutunk szerintem, hogyha csak azt mondjuk, hogy lesz ez a fesztivál, és nem mondjuk meg ki jön, akkor is egy csomó nagyon jó ember eljön, mert van egy olyan különleges hangulata ennek a helynek ezekkel az emberekkel, ami sehol máshol nem található meg. Hát nem marad más hátra, mint hogy jó időt és jó munkát kívánjak nektek. Köszönjük hozzá. Szépen. Várjuk a rendezvényt. Várjuk. Köszönöm a kedves nézőket.